tisztelt közmeghallgatást, tájékoztatom önöket arról, hogy a közmeghallgatáson bárki szót kérhet. A közmeghallgatás témája a város pénzügyi és gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató volt. Pásztor László több kérdést is feltette a mostani közmeghallgatás során. Láttam egy 43 milliárd forintos hiányt, ami lehet, hogy valami technikai dolog, látom polgármesterről. De mivel számomra ez nem értető, ez kérdés. A közmeghallgatáson a felvetett kérdésre a város polgármestere válaszolt. Hiánya nincs, abban az értelemben a város költségvetésének, ahogy doktor ezt föltette, ez egy könyvelési, könyvtechnikai, az államháztartáshoz kapcsolódó rendszer, ez ott van a következő sorban a maradványösszeg. Cserpakovics András a tájékoztatás során azt is elmondta, hogy a bevételi oldalon mintegy 3 milliárd forintos tartalék van. A közmeghallgatást követően kezdődött el a ciklus utolsó testületi ülése. A közgyűlésen mintegy 30 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők, többek között fejlesztésekről, önkormányzati vagyont növelő beruházásokról esett szó a közgyűlésen. Módosították a költségvetést, ami hagyományosan ősszel szokott történni, illetve decemberben már majd az újonnan megválasztott testület dönt majd a következő ilyen kérdésről. Cserpakovics András a költségvetés kapcsán elmondta, hogy tovább tudta növelni tartalékait a város. Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők szintén önkormányzati vagyon gyarapító döntésekről. A testület ma több napirend tekintetében is foglalkozott olyan eszközátadással, amiket elsősorban az iskoláknak és azok fenntartóinak ad át a város. Az Alba Aréna névadó szponzori pályázatát is megtárgyalták a mai közgyűlésen. Fontos elmondanunk, hogy ez nagyon komoly bevétel, amit ennek keretében a város el tud hőni. Teljes egészében az önkormányzathoz érkezik a következő esztendőkben, nagyban segít bennünket az Alba Aréna működtetése tekintetében. Nyilván nem fedezi annak teljes költségét, de azért egy jelentős hozzájárulást ad ahhoz, és a befolyt bevétel 30%-a pedig a Volán Jégkorong csapatát fogja érinteni. A polgármester hozzátette, hogy az Alba Arénában rejlő lehetőségeket mutatja az is, hogy két nagy cég is nagyon komoly pályázatot nyújtott be. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a részleteket. Kérem, hogy jövőben is lehet lehetőség ilyen jelentős összegek kihelyezésére, akkor gondolják az iskolát is. A ciklus utolsó közgyűlését és az elmúlt évek munkáját értékelte Fazakas Attila, az ellenzéki frakció vezetője. Ez egy nagyszerű időszak volt. Szerintem a város összességében, a város önkormányzata, a képviselők megoldották az elmúlt 5 évnek a kihívásait. Volt itt Covid-tól elkezdve minden is, és szerintem ezt így szépen lezártuk. A mai közgyűlésen is hoztunk jó pár határozati javaslatot, megszavaztunk, amiket mi gondoltunk, hogy a városjavát szolgálja, azokat megszavaztuk, amik azoknál, amelyeket úgy gondoltuk, hogy nem a városlakók érdeke, azoknál meg tartózkodtunk, illetve nemmel szavaztunk. Fazakas Attila kiemelte, hogy a parkolási díjak kerültek növelésre, az úszoda jegyeknél volt növelés, és a házasság kötéseket érintően is emelkedésre kell számítani. Cserpakovics András a ciklus utolsó közgyűlésén köszönetet mondott a testület tagjainak. Nagyon nehéz volt ez a 5 esztendő, gondolok itt a pandémiára, a szörnyű háborúra, annak következményeiként a menekültek érkezésére, ellátására, utána az energiaválságra. Ez a testület pártállástól függetlenül végezte a dolgát, és azt gondolom, hogy közösen sikerült egy nagyon nehéz, de nem sikertelen 5 esztendőt zárnunk. Szeptember 30-ával ez a közgyűlés elköszön, október 1-től pedig elkezdi munkáját az új testület az alakuló ülést követően.